Már a tanév elején beszámoltunk róla, hogy ebben a tanévben is megrendezik a Györffy Galériát. A művek elkészültek, az alkotásukat az iskola aulájában lehet megtekinteni. A Györffy István Katolikus Általános Iskola könyvtárában Kovács Miklósné igazgató asszonnyal beszélgetünk így gyönyörű makettek előtt, hiszen a Györffy Galériának a pályázatára érkeztek ezek az alkotások, de mi volt idén a téma? Két témát határoztunk meg az idén a Györffy Galéri, hozzunk létre Györffy Galériát makett és rajzpályázaton. Megegyezett a két téma a helytörténeti pályázatnak a témájával. Az egyik a Kunkapuk Karcagon, a másik pedig katolikus emlékek Karcagon. Mint ahogyan itt mellettem is látható, szép számmal érkeztek pályamunkák, nem csak makettek, hanem rajzok is, amelyek a folyosón vannak kiállítva. Itt tényleg látunk nagyon egyszerűtől, de nagyon míves munkáig is, ezek mind gyermekalkotások? Mint ahogyan lehet látni a dokumentációkat is, vannak olyanok, amelyek a szülőkkel együtt készültek, és nagyon becsületesen oda vannak mellé téve a dokumentációk is, hiszen én úgy gondolom, hogy ennek az az értéke, hogy a szülő és a gyermek együtt alkot. És a szülő megmutatja a gyermeknek, hogy hogyan lehet egy ilyen néphagyományt tovább folytatni. Itt van például a két fából készült kunkapu, amit egy testvérpár készített, és én nagyon becsülöm a szülőt, aki mind a két gyermekével elkészítette, és fotóval dokumentálták, hogy milyen lépésekben és hol voltak, melyek voltak azok a munkafázisok, amelyekben a gyerekek is kivették a részüket. Aztán van még Sólisz gyurmából készült kunkapu is, illetve különböző oromzatok, culápok elkészítve. Itt is a szülővel együtt, illetve a nagyszülővel együtt készült az alkotás, amit én úgy gondolok, hogy mindenféleképpen dicséretes, mert amikor együtt alkot egy nagyszülő és egy unoka, én úgy gondolom, hogy annál nagyobb élmény egyik fél számára sincsen, és ráadásul, ha még szellemi, kulturális örökséget is átörökítenek, az meg aztán igazán példás, és úgy gondolom, hogy ápolja a mi iskolánknak a hagyományait. Hány pályázat érkezett, és hány iskolából, és egyáltalán a szakmai zsűri ki volt most ebben az évben? Hozzunk létre Györffy Galériát, azt csak iskolai szinten szoktuk megszervezni. A helytörténeti pályázat az, amelyiket városi szinten. A Hozzunk létre Györffy Galériának a rajzpályázatoknak az értékelését a kollégáim végezték el, a rajz szakos kollégának az irányításával, a makett pályázatokat pedig Eskovács Ilona etnográfus, dr. Eskovács Ilona etnográfus véleményezésével alakítottuk ki, aki a Nagykunsági Népművészek Egyesületének az elnöke, valamint az egyesületnek a titkárával, Gál Andrásnéval alakítottuk ki a helyezéseket. 14 gyermek pályázott a makett pályázatra, és 100-nál több rajz érkezett a rajzpályázatra. Kik adják át hamarosan kezdődő diátonon a díjakat? Hát sajnos a járványügyi helyzet most nem engedi azt meg, hogy külsősöket behívjunk. Így is nagyon hálás vagyok Ilona asszonynak, hogy bejött és segítette a munkánkat, hiszen a helytörténeti pályázatoknak a kunkapus pályázatait is ő zsűrizte. De csak szigorúan zárt körben történik az eredményhirdetés. A díjazásban részesülő gyermekeket hívtuk össze, és ott mi fogjuk átadni a kollégáimnal a díjakat a gyerekeknek, amelyek nagyon szép díjak, hiszen a Nagykunsági Népművészet Egyesület is ajánlott fel, amit hálás szívvel köszönök meg, Andrássy Mihálynak a mézes kalácsait.